családlátogatóba jöttünk. Na nem a saját családunkhoz, a keresztapa családjához. Orbán Viktor családjához. Ő ma Magyarország legnagyobb keresztapája. Felcsútra jöttünk, hogy lássuk mindannak a sűrítményét, amitől botrányos az ország. Földmutyi, stadionépítés, Simicska, minden, amitől olyan nehezen és rossz hangulaton élhető az ország. Kérem, fáradjanak ki! Miért fontosan jön szív? Épül az ország. Na nem mindenhol, de itt Felcsúton, itt aztán kérem szépen, csak úgy nőnek ki a földből a stadionok, az épületek, van rá okunk körülni. Ahol most közeledünk, az az új felcsúti foci stadion. 1800 lélek lakik nagyjából Felcsúton, de láss csodát! Úgy álmodta a teremtő, de hogy a teremtő a keresztapa, hogy itt 3500 fő stadiont kell építeni. Ha összehasonlítjuk ezt az új stadiont például a Juventus most épülő hipermodern stadionjával, azt fogják látni, hogy itt minden hely kétszer annyiba kerül, mint a Juventusnál. De persze, egy ilyen vállalkozáshoz sok támogató kell. Nem fogják elhinni. Újra megtaláljuk Simicskát, újra megtaláljuk a közgépet, vállalatok sokasságát, akik hogy-hogy nem tudtak ellenállni a miniszterelnök, a keresztapa kérésének, ide jöttek sok-sok pénzzel. Lehetnek szegények, rohadhat az ország, a fontos Felcsúton épülő stadion. Felcsútra nagyon vigyáznak. Ide azért nem könnyű bejönni észrevétlenül. Még le se táboroztunk a Felcsút táblánál, már ismerősök, vagy szerintük ismerősök köszöntöttek ránk. Helyi fideszes választókerületi titkár, kamerák sokasága, mindenki tudni akarta, hogy mit keresünk itt. Szabad ország, szabad polgára, egy állítólag szabad faluba. Hiába a keresztapára vigyázni kell, mert még a végén valami kiderül. Ez egy zárt település lett. Zárt település, egy zárt és őrült gondolatokat a fejében forgató miniszterelnök települése. Ha ilyen települést akarnak, akkor ide jöjjenek. Ha szabad országot, akkor előbb-utóbb ebből a faluból menekülniük kell. Itt állunk a polgármesteri hivatal előtt. A keresztapa polgármesterének, Mészáros Lőrincnek. A polgármestersége nem régi kelet. De mióta összejött Orbán Viktorral, azóta mi a szekért kérem szépen. Tavaly nagyjából 3 milliárd forgalomból 800 milliós osztalékot vett ki. Eközben sok-sok dolgozója összesen kevesebb, mint 160 millió forint munkabért kapott, és fejenként egyesével az átlagbér 60 ezer forint volt. Ők lennének a nemzeti tőkések. Mészáros és társa. Nézzék ezt a ragyogó csatornát. Hát nem mondom, ki van betonozva. Jobban néz ki, mint sok helyet. Nem került sokba. Nagyjából 2,9 milliárd forintba Orbán első miniszterelnöksége idején. Sok ez vagy kevés? Hát döntsék el maguk. Abban az évben az egész országra 3,2 milliárd forint jutott hasonló célokra. Ebből a 3,2 milliárdból pimasz, szemtelen, alávaló módon nem is zavarja, hogy mennyire átlátszó a dolog, idehozott 2,9 milliárdot. Aki azt hiszi, hogy ezek a disznóságok csak most kezdődtek, azok tévednek. 60 puszta felé haladunk. 60 puszta, 13 hektáros terület, József hercegi major, valamilyen fajta műemléki védettséget évező földekkel is talán, ha jól emlékszem. Lásd csodát! Ki veszi meg itt a Felcsút mellett egyik legszebb területet? Nem fogják elhinni, Orbán Viktor édesapjának cége. A
Na de természetesen a miniszterelnök, a keresztapa édesapja nem ér rá művelni ezeket a földeket. Ezért aztán bérbe adja. Ki másnak? Jön újra a már ismert név Mészáros Lőrincnek, a polgármesternek, az akadémia elnökének. Mészárosnak ez nem is nagy nehézség, mert a puszta melletti területek ma már az ő tulajdonát képezik. És hogy a dolog még szebb legyen, nehogy megszakadjon a szál, Mészáros területei mögött pedig Lévai Anikó földjét fogjuk találni. Így aztán minden mindennel összeér. Rengeteget nyert egy bizonyos Flier nevű család. Miért érdekesek ők? Azért, mert ez az a család, akivel Lévai Anikó egy sor föld ügyben oda-vissza cserél, vesz, ez a Flier család 377 hektárt nyert itt. A legtöbbet mondanom sem kell. A Fejér megyei összesítés szerint ők a harmadik legtöbbet nyerők, de nem kell szégyenkeznie, mert hát ki más lenne az első ebben az ügyben is, mint Mészáros Lőrinc. Nagyjából az országos átlag 10-szerese ez, amit ők itt nyertek. Kafkai elemekben is bővelkedő felcsúti látogatásunknak a végére értünk. Hát mit mondjak? Meglepő, zárt világ. A keresztapa világa. De azért ne legyünk ennyire szigorúak. Mert végül is ünnep is következik. Mint örömapának sok boldogságot, egészséget kívánunk. Neki is, családjának is, a gyerekeknek is. Orbán Viktornak, mint politikusnak, mint keresztapának viszont bukást kívánunk jövőre. Nem kicsit, nagyot.